A kosárlabda extraliga 7. fordulójában a komáromi kosarasok Handlová csapatát fogadták a hazai sportcsarnokban. A mérkőzést élő adásban a Sport TV-s közvetítette. Az már az előző fordulók után is kiderült, hogy Handlovának sokkal ütőképesebb csapata van, mint az előző bajnoki évadban. Elejét jelzi, hogy az utóbbi 4 mérkőzését sorozatban megnyerte. A legutóbbi fordulóban a listavezető Inter együttesét is legyőzte. Az első negyed során egymást váltották a csapatok a vezetésben. A második negyed közepére először sikerült a hazai csapatnak 2 számjegyű előnyt kiharcolnia, ami a félidőre meg is tartott. A harmadik játékrészben főleg az eredményesen befejezett 3 pontos dobásoknak köszönhetően az ellenfélnek sikerült felzárkóznia. Ebben a negyedben sok hibával játszott a hazai csapat, így a vendégek a vezetést is át tudták venni. 5 perccel a mérkőzés vége előtt még teljesen egálban volt az állás. Az utolsó percekben óriási erőfeszítés fejtett ki csapatunk a győzelemért. Kozlík 2-3-asa és néhány sikeresen befejezett gyors ellentámadás jókor jött, és megszületett egy valóban nehezen kiharcolt, de annál értékesebb győzelem. A komáromi csapat 83-74 arányban győzte le a vendégcsapatot, és jelenleg a 4. helyen áll a táblázatban.